Ez a Max. Változásra fel. A műsor támogatója Pincés Gábor önbecsülés specialista, tréner. www.pincésgáborcoaching.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét változásra fel, és ismét itt van szakértőnk, Pincés Gábor önbecsülés specialista, tréner a vonalban. Szia Gábor! Szia, üdvözöllek! Hát Gábor, ez a sorozat ismételten az utolsó epizódjához következett, hiszen ez a 8. beszélgetésünk, és én választottam a témát erre, mégpedig azt mondtam, hogy legyen ez az önkontroll, mert hogy annyit beszélünk róla, az utóbbi műsorokban tényleg nagyon sokszor szóba került az, hogy kell az az önuralom, kell az az önkontroll, de nem biztos, hogy az önkontroll és az önuralom az ugyanaz, szóval először tisztázzuk, mi is az az önkontroll? Összetett a dolog, valóban ezt jól látod, és nekem még két másik szó is bejött ezek mellé. Az egyik az a tudatosság, másik pedig az önismeret. Tehát, hogy ezek nagyon szorosan összefüggő fogalmak, és az az én személyes véleményem, hogyha kellőképpen tudatosak tudunk lenni, illetve az önismeretünk már elindult egy ilyen fejlődési úton, és ismerik saját magunkat, a működésünket, a belső működésünket, akkor bizonyos szituációkban, fölismerve az adott helyzetet és a korábbi működéseinket, akkor bizony önkontrollt tudunk gyakorolni, tehát hogy nem megyünk bele egy felesleges vitába mondjuk a postán, vagy a közlekedési szituációban, vagy akár otthon is, nem akarjuk megnyerni az adott vitát, megelégszünk azzal, hogy oké, akkor békében maradtunk egymással, és most elengedem ezt a dolgot, és nem muszáj nekem, még ha tudom is, hogy igazán van, de nem muszáj nekem megnyerni, úgymond ezt az adott vitás szituációt, hanem inkább felülemelkedek ezen, és inkább az emberi kapcsolatot helyezem előtérbe. Tehát mindenképpen ezzel írnám le, hogyha kellőképpen megismertük már saját magunkat, van egyfajta önismeretünk, ami egyébként korral is természetesen járhat meg a saját fejlődésünkkel, hogyha erre időt és energiát szánunk. Másik oldalról pedig bejön ez a tudatosság, hogy oké, figyelem saját magamat, hogyan reagáltam a múltban, hogyan tudom ezt elkerülni, milyen megoldási javaslataim vannak saját magamnak. Én ezekkel kötném össze leginkább az önkontrollt, vagy annak a hiányát. Hát igen. És mi van akkor, hogyha az önkontrollunk az olyannyira nem működik, hogy nekem az első gondolatom erről egyébként az ego volt. Az, hogy amikor az egónkat egész egyszerűen nem tudjuk lecsitítani, és én azt vettem észre a barátaimat is, ismerőseimen is, hogy sok esetben az ego győzedelmeskedik. Aztán utána elgondolkodtam rajta, hogy biztos, hogy csak az ismerőseim? Nem lehet, hogy nekem is néha tükörbe kellene néznem? Na, én ezt hívom önkontrollnak, amikor is önkritikát tanúsítok, és adott esetben háttérbe szorítom a saját egómat. Látsz ebben egy kis valóságot, Gábor? Nyilvánvalóan, igen, behoztál egy újabb fogalmat, szélesítve ezzel a kört, és láthatva azt is, hogy mennyire összetett ez a dolog, akik vagyunk igazándiból, mennyire összetetten működünk, és mennyi minden befolyásolja azt, hogy éppen adott szituációban az egónk engede minket kompromisszumot kötni például, vagy egyszerűen megyünk és küzdünk az igazunkért, mert bekapcsolt valami, átkapcsolt ez a bizonyos váltógomb az agyunkban, és akkor ezt nem hagyjuk. Most már ezt végigvisszük, mert tudjuk, hogy nekünk van igazunk, és elvittek az érzelmek, és már nem látunk a mondjuk adott esetben a dűtől, vagy a pipától, hogy már megint kvázi át akarnak verni, vagy meg akarnak vezetni. Hát ugye ez az életszituációktól függ, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk. De igen, közel lehet igazániból az egóhoz, az igazságérzetünkhöz, vagy egyszerűen csak rossz a napunk, ingerlékenyek vagyunk, és akkor belállunk egy olyan témába, amit egy másik napon teljesen el tudnánk engedni. Szóval nagyon-nagyon sok összetevője lehet annak éppen. Az ego szerintem az egyik szelete, és azon is lehet egyébként változtatni, már hogyha valaki ezt egyáltalán fel tudja ismerni, és ilyenkor jön be az önismeret, meg megint csak a tudatosság, hogy vannak olyan emberek, akik ezt soha nem látják be, soha nem ismerik föl saját magukon, tehát hogy mások tarthatnak nekik tükröt, de ők ezt sosem látják be. Ők általában megmaradnak olyannak, amilyenek, aztán ez vagy kicsúsosodik abban, hogy az életük vége fele ugye egyedül maradnak, mert olyan
olyan emberek kívánnak, akikkel nagyon nehéz kommunikálni, együttműködni, együtt élni, stb. És azért rossz irány lehet. Vagy van, aki ugye szépen fel tudja ezt fedezni, hogy oké, most már ez a sokadik jelzés, valószínűleg akkor bennem is van hiba, és magamba kéne néznem elsősorban, és nem másokat okolni. Ugye van ez a vicces mondás, hogyha veled szembe jön 10 ember az utcán, és mindenki hülye, akkor valószínűleg nem mindenki hülye, akkor te leszel a hülye. Csak ezt nem ismered föl, és erre is erre a felhozott, általad felhozott dologra is igaz lehet ez a mondás. Igen. Azoknak mit tanácsolsz, Gábor, akiknek az önkontrolljuk, hát fogalmazzunk úgy, hogy kicsit hiányos, de mégis megvan bennük az a vágy, az az adott esetben tudatosság, hogy ezen szeretnének javítani, de nem tudnak a saját önkontrolljukon. Vannak esetleg olyan gyakorlatok, amikkel lehet fejleszteni a saját önkontrollunkat? Természetesen vannak ilyen gyakorlatok, szerintem a nagyobb videómegosztókon is elérhető például ilyen gyakorlat teljesen ingyenesen. Vannak mondjuk bizonyos tréningek is erre adott esetben, tehát akár ilyen személyes jelenléte járó félnapos, egynapos tréningek, én azt gondolom. Nyilván egyénileg is lehet dolgozni ezen, például akár velem is, mint önkontroll téma, abból is ki lehet indulni. Aztán persze a szerte ágazhat, meg lehetnek mélyebb gyökerei, de alapvetően meg lehet fogni ezt a témát. És amit én ilyenkor szoktam még mondani, hogy kezdjük kicsiben, tehát hogy nézzük meg egy nagyon ártatlan szituációt, amin így felkapjuk a vizet adott esetben, tipikusan a vezetéshez tudok most így visszakanyarodni megint csak. Én is szoktam közlekedni ugye elég sokat, és a vezetésnél hamar el tud gurulni a gyógyszere bárkinek, még akár nekem is, és olyankor fölteszem magamnak a nagy kérdéseket, amik aztán segítenek lenyugodni, hogy valóban érdekelni fog ez a szituáció engem egy év múlva, vagy akár csak egy hét múlva, vagy egyáltalán emlékezni fogok erre? Vagy lehet, hogy neki is rosszul indult a nap, és ezért vágott be elém, vagy azért mutogat dühösen. Tehát, hogy el kell ezeket a dolgokat így nem is tudom, elsegetni. Hát elengedni is, meg nem nagy feneket keríteni neki. És hogy igazán ez nem egy nagy dolog, és rögtön 2 percet le tudjuk magunkat, saját magunkat higgasztani. Nyilván ehhez kell egyfajta hozzáállás, hogy felismerjük, hogy oké, most 180-as a vérnyomásunk, dühönhetünk még órákat, de attól nekünk sokkal rosszabb lesz a napunk, nem jobb. Ha pedig azt mondom, hogy jó, hát valószínűleg ő is bal lábbal kelt fel, vagy összeveszett már valakivel, és ezért ilyen, lépjünk tovább, haladjunk tovább, akkor vissza tudsz állni normális szintre a púzusunk, és nyilván jobban is fogjuk magunkat érezni, tehát ilyen apró pici dolgokkal lehet fejleszteni ezen, és természetesen lehet segítséget is kínbe venni. Így van, és ha kedves Megszárdia hallgatók szeretnének segítséget kérni, akkor nincs más dolgotok, kedves hallgatók, mint hogy Pincés Gábor coachingot keresni például a Facebookon, vagy fölmenni a honlapra pincésgáborcoaching.hu, ugye Gábor, ha jól emlékszem? Igen. Ezek az elérhetőségeim, és szívesen felveszem a kapcsolatot az érdeklődőkkel, akiket érint ez a téma, vagy akár azok a témák, amelyekről beszélgettünk az elmúlt 7-8 alkalom során. Hát így van. Éppen ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ebben az etapban, ebben az elmúlt 8 hétben hogy érezted magad, Gábor? Köszönöm szépen, én nagyon jól. Mindig, amikor egy-egy téma terítékre került, akkor annyi minden eszembe jutott, hogy igazándiból fél órákat vagy órákat is meg tudtunk volna tölteni, én azt gondolom. Mert hogy felszínre jönnek olyan dolgok, amelyek felszínre hoznak még ahhoz kötődő dolgokat, mint hogy most is önkontrollból indultunk, aztán számos más dolog is bejött. Tehát, hogy nagyon összetett ez az egész. Ugye maga az ember, aztán ezek a belső dolgok, a vívódások, az önbecsülés, az önbizalom kérdésköre, az önkontroll, emberi kapcsolataink, stb. Tehát számos dologról beszéltünk, de nyilvánvalóan erről rengeteget lehetne még. És a személyes fejlődés, ez egy olyan élethosszig tartó dolog, amiben szerintem ki tudunk úgymond teljesedni, vagy meg tudjuk saját magunkat ismerni, és egy sokkal jobb életet tudunk élni, hogyha kellőképpen fel vagyunk vértezve önismerettel, meg tudatossággal, akkor szerintem jó úton járunk, mindamellett, hogy mindig azt tudjuk érezni, hogy még mindig van mind fejlődni, még mindig van mind csiszolódni.
Így van, és még marad is miről beszélni. Most egy kis szünetet fogunk tartani, kedves Max Rádió hallgatók, de Gábor hamarosan remélhetőleg visszatér majd a Max Rádióba, és akkor ismételten egy-egy témát ki fogunk vesézni. Én az elmúlt 8 hetet ismételten nagyon szépen köszönöm neked, Gábor, és a munkádhoz pedig nagyon-nagyon sok sikert kívánok a jövőben is. Köszönöm szépen, és viszont kívánom én is neked. Köszönjük szépen, kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben ismételten Pincés Gábort hallottátok. Gábor, még egyszer nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok neked. Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok! Szia! Változásra fel! A műsor támogatója Pincés Gábor önbecsülés specialista, tréner. www.pincésgáborcoaching.hu Max Rádió. Music Radio.